Egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. Van több jó hír is, Sanyi is itt van. Újra péntek van, és még mindig élünk, és van egy különleges vendégünk, akit mindjárt bemutatok. De előtte imádkozzunk röviden. Mennyei Atyánk, köszönjük az életünket. Köszönjük a Bibliát, hogy szólsz hozzánk, szeretsz bennünket, hogy eljöttél értünk, és amikor eltávoztál, valójában akkor sem mentél el, hanem elküldted nekünk a vigasztalót, aki itt van velünk, tanít bennünket, vigyázz ránk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tudhatunk rólad, ismerhetjük az életet annak, aminek te szántad. Köszönjük a barátságainkat, gyülekezeteinket. Te drága nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Szeretném a vendégünket bemutatni, akit igazából nem is nagyon kell, hogyha szoktad nézni az eredményes élettalálkozót. Olyan férfit szeretnék bemutatni, aki egy nagyon jó barátunk, aki éli a Bibliának a szavait. Az Erdélyi Missziónak a vezetője, Sepsi Szent Györgyi Központa, Balázs Kornél lelki pásztor, és hamarosan jön a Sepsikon, utazunk ki, jó sokan, és ez gyakorlatilag egy erdélyi konferencia, úgyhogy sok jó üzenet lesz, jó közösség, úgyhogy hogyha Sepsi Szent Györgyön vagy bárhol Székelyföldön vagy Szászföldön, akkor kérlek, hogy gyere el a Sepsikonra. Ernőkukac.visszavalósághoz.hu-ra tudsz nekem írni, hogyha bővebb információ kell, és nagyon jó lesz, csak biztatlak, hogy gyere a Pásztor Kornél, gyere kérlek. Hallgassuk őt. Hoppá, picit dezorientált vagyok reggel. Jó reggelt, sziasztok! Elnézést nekem, ilyen, már régen nem volt, hogy 8 óra után kell mondanom valamit. Ezt fognom kell, vagy hogy van? Ide tegyem, így fognom. Nincs csiptető. Ezt beakasztom ide. Kiállok, hadom. Jó reggelt. Sziasztok. Hogy vagytok? Köszönöm, hogy furcsa vagyok. Mit szólsz hozzá? Jó. Köszönöm a lehetőséget. Ti már egy összeszokott kis csapat vagytok itt, ugye? Ja. Szerettek ide járni? Erre gondoltam, hogy micsoda demonstrációja ez a hitnek, hogy micsoda kifejeződése annak, hogy valamiben hiszünk, hogy tényleg a tetteinkkel megmutatjuk azt, hogy merre tartunk. És nem kicsiny dolog ez, hogy reggel eljövünk ide. Biztos lenne más dolgotok, így van. A mai kor az hihetetlen követelményeket támaszt. Nagyon kevés emberrel találkozok, aki unatkozik. És hogy hihetetlen, hogy valójában ilyen pici dolgokból áll össze az élet, hogy úgy döntök, úgy tervezem az életemet, hogy járok valahova is. És mondtam a Sanyinak, hogy van két üzenetem, két dolog forog a fejembe. Az egyik az a tanításnak a fontossága az életben, a másik pedig a, hogy tudunk-e veszteni. És valójában a kettő összefügg, mert tanítva kell, hogy legyünk, mert az élet egy folyamatos vesztés. Tehát, és Isten meg akarja nekünk ezt magyarázni, hogy ez az élet, ez a földi élet, ez miről szól? Így van? Szeretnénk tudni. Biztosít minket a keresztény üzenet arról, hogy nem kell félnünk a haláltól, ez a kezdet. Hogy meg akarja szüntetni a haláltól való félelmet. Ezért Jézus Krisztusnak egy célja volt, de a legnagyobb célja az volt, hogy bemutassa, hogy neki hatalma van a halál fölött. Ezt elhittük az elménkkel, és gyakoroljuk az életünkbe, hogy valójában ez része legyen, ez az üzenet az életünknek, hogy ne kelljen aggódnunk. De mégis,
nem úgy van a keresztény élet. Ezt biztos láttátok már, hogy egyszer megtérsz, aztán hazaküld Isten, hogy él tovább az életedet. Hanem elhív valamire, ugye? Jól mondtam? És nem arra hívott el, hogy térj meg, hanem arra hívott el, hogy jöjj és kövess engem. Amen? Ja, és ezt nagyon nehéz ma megérteni, hogy a kereszténység az nem arról szól, hogy csak érts egyet valamivel, dönts, szavaz rám. Az emberek így gondolják a vallást, hogy én valamire szavaztam, aztán csak hagyja engem békén, én leraktam a voksomat. De Jézus nagyon különleges volt. Ő azt mondta, hogy jöjj és kövess engem. Úgyhogy erre ezt mondjuk Sepsin is a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy a legtöbb embernek minden csoda 3 napig tart, eljön egyszer, kétszer, háromszor gyülekezetbe, és ezt veszük észre. Ugye ez az élet, biztos észrevettétek, hogy elforgácsolódik, eltűnik, átalakul. Az energia mindig átalakul, de nem vész el. Mi is, nekünk is vannak életciklusaink, lehet valamelyikben most is tartasz, és hogy meg kell tanulnod dolgokat ahhoz, hogy tovább menjél az életben. Úgyhogy az első gondolat csak nagyon röviden annyi, hogy Pálra gondoltam, és tényleg Urunk Jézus Krisztus, arra van szükségünk, hogy Te taníts minket. Nincs szükségünk emberi okoskodásra. Köszönjük ezt a szolgálatot, köszönöm Sanyit, Ernőt, vagy a barátaink. Köszönjük, Urunk, hogy úgy lehetünk ott Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, Székelyföldön, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, Urunk, hogy terved van velünk, és hogy Te egy láthatatlan, de mégis valóságos Isten vagy az életünkben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És gondoltam Pálra és Salamonra. Példabeszédekben valójában Salamon kifejti folyamatosan ezt az elvet, hogy fiam, tanulj. Tanulnod kell, mert ha nem vagy tudatos a tanulással, akkor is tanítva leszel. Mert az ember olyan, mint egy üres, merev lemez. Az ember, tudjuk jó, hogy Pastor Stevens tanított erről. Tudom, hogy ez egy csúnya szó, de programozva vagyunk. Egy bizonyos szinten van egy alap hozzáállásunk az élethez, ezt örököljük a genetikában, de valójában mégiscsak az ember a legtöbbször a környezetének a terméke lesz. Így van. Ezt mi nagyon látjuk Sepsin, hogy ahova kerül egy gyerek, hogy a szülők mennyire szeretnék megvédeni a környezet, a társasági átoktól a gyerekeket. Úgyhogy Isten arra hív minket, hogy ne vesztegessük el az életünket, hanem menjünk egy olyan helyre, ahol életet tanulunk, és nem az átkot tanuljuk. És a második, ma reggel nézegettem, hogy folyamatosan végighúzódik az egész Bibliában, valójában az, hogy szükségünk van egy helyes iránymutatásra. És egyetlen egy szót szeretnék csak az elején megemlíteni. Pál egy Kolossé 1.28-ban és 2 Timóteus 4.3-ban, oké? Azt mondja, hogy incs, fegy és buzdíts, oké? Itt ez a 3 szó, amit leveri a biztosítékot az embernek. Tehát legyünk őszinték. Meg kell nézni magunkat, hogy hajlandóak vagyunk-e még tanulni. Tehát, hogy szelektív a tanulási képességünk, vagy pedig feltétel nélküli az elfogadó képességünk. Oké? Okay? És ez a szó a görögben, hogy incs, az valójában annyi, hogy taníts. Jó? Tehát nem szeretjük ezt a szót, hogy incs, ugye nem szeretjük az intést. És azt mondjuk, de szeretjük a tanítást. De valójában az intés az nem azt jelenti, hogy valakit jó keményen megdorgálok vagy kiigazítok. Mert a feddés az. De az is a keresztény szövegkörnyezetben és a kegyelmi gondolkozásban az is egy nagyon jó dolog. És át kell, hogy értékeljük a szavakat.
És ez nem egy egyszeri dolog, hanem ez egy folyamatos szenvedő alak a Bibliában folyamatosan, ami végig kell, hogy kíséri az életünket. És számomra lelkipásztorként az a legbátorítóbb és az a legnagyobb öröm, amikor látok embereket, hogy taníthatók, és az a legszörnyűbb, amikor valaki elveszti ennek a képességét. És ez egy szívbeli hozzáállás, ez egy olyan dolog, amit gyakorolnunk kell, és tudnia kell minden egyes embernek, és azért jó ez a gondolat, hogy valójában döntenem kell, hogy honnan fogadok el. A régi szívemből, a világrendszerből, vagy éppen már egy démoni tanítást, ugye Timóteusban azt mondja, hogy olyan mesékhez, vagy olyan idegen tudományokhoz fordulnak az emberek, mert viszket a fülük. Tudatos döntésről van szó. Valaki egyszer mondta, hogy így meg úgy az hamis tanítók, így meg úgy. És mondtam, hogy nem lennének hamis tanítók, hanem lenne támogatottságuk. Az emberek emelik fel a hamis tanítókat, mert az embereknek viszket a fülük. Tehát van rá egy igény. Higgyétek el, hogyha az embereknek a szíve rendben lenne, akkor a hamis tanítók nem élnének meg. Tehát, és ez ugyanígy igaz pozitívan. Még egy jó kis példa. Sokat gondolkoztam az Isten tiszteleteken, meg a tanításokon, amikor ténylegesen zajlik, akár egy prédikáció, vagy egy bibliaiskolai óra, vagy éppen most ez az eredményes élettalálkozó. És sokszor mentem felkészülten, és sokszor mentem úgy, hogy eléggé szét voltam csúszva. Biztos tudod, milyen ez az érzés. Úgyhogy. És éppen most is szerdán jöttünk föl az Isten tiszteletre, és mondtam egy albán lánynak, hogy fél óra múlva Pásztor Kende prédikálni fog, és nekünk fog prédikálni. Elsősorban nekünk fog prédikálni. És mondtam azt, hogy lehet imádkozni a pásztorért, jó dolog, kell. Kell, hogy imádkozzunk Sanyiért vagy Ernőért. Gyertek úgy mindig, hogy imádkoztok, hogy az Úr használja őket. A második dolog, nagyon fontos, hogy imádkozzunk a légkörért. De valójában a legfontosabb, hogy imádkozzunk a saját szívünkért. Mert valójában abban tudom a legjobban támogatni azt az időintervallumot, amikor szól a tanítás, hogyha az én szívem elfogadó és tanításra képes. Mert voltam már így, hogy úgy gondoltam, hogy nincs egy üzenetem, nincs semmi a fejemben, éppen egy őrült állapotban voltunk, vagy vagyunk, és higgyétek el, nem az számít, hogy éppen az aktuális szónok mennyire felkészült, hanem az számít, hogy te mit akarsz. Mert Isten tud használni egy szamarat is. És bebizonyította a Bibliában, de valójában tudod segíteni a pásztort, vagy tudod segíteni az előadókat avval, hogy éhes vagy. És Isten elsősorban, amikor itt van egy ilyen fórum, akkor a szívedet nézi. És ha elfogadó vagy, mindig éreztem, hogy nagyon segít abban, hogy tanítsak. És mert én lepődtem meg a legtöbbször, hogy wow, itt valami elsült. Tehát valami kijött, valami lejött azért, mert az emberek figyeltek. És a tanításra nagyon nagy szükségünk van, és hogy az intéstől, tehát amikor Isten megkeres téged, akkor lehet 15 éves egy ember, de lehet 65 éves is az ember. Ez egy hihetetlen fontos dolog, hogy hajlandó vagyok-e felfogni azt a tényt, hogy én folyamatosan tanítva kell, hogy legyek, mert elfordulhatok, elmehetek. És ez a büszkeség és az alázat kérdése. Tényleg először is nagyon nagy szükség van arra, hogy alázatos maradjon az ember. És erre bátorítalak titeket, hogy a legnagyobb luxus az ember számára, amikor elveszti a taníthatóságát. Tehát vannak luxus dolgok, amik úgy mondjuk, hogy sokszor fölösleges dolgok, és ez már kapcsolódik a következő rövid témához, hogy tudunk-e veszteni. De a legnagyobb luxus az, amikor egy ember eltávolodik attól a helytől, ahol elfogadhatna Istentől. Legyen ez egy barát, legyen ez egy lelkipásztor, legyen egy szellemi atya, aki befektetett eddig az életben. Képes vagy-e a legkülönlegesebb helyről elfogadni Istentől, vagy pedig automatikusan visszautasítod. És nagyon jó a sorrend, incs, fedj és buzdíts. És hogy az intés az nem egy, bocsánat, elnézést, egy lecseszés, ugye? Nem szeretjük ezt a szót,
hanem az intés az egy folyamatos tanítás. Állandóan megmondja, hogy ne arra menj, hanem erre. Fiam, hajtsd ide a füledet, hozzám hajtsd, ne a világhoz hajtsd. Fogadj el tőlem, hallgass engem, és hihetetlen szörnyű állapot, amikor az ember azt gondolja, hogy készen van, és ő már mindent tud. Ez egy katasztrófa. Én azt gondolom, hogy egyre többet kell tudnunk, és egyre jobban, nem a keresztény élet az, hogy alászállunk, és Jézus felemelkedik bennünk. Tehát mi alászállunk, ő meg felmagasztaltatik az életünkbe, vagyis egyre nagyobb lesz. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban úgy gondolom, hogy nem tudok semmit. És Aggur ezt mondta 32-ben, példabeszélek 30, Uram, taníts, mert én nem tudok semmit. Pont te nem tudsz semmit. És ez egy helyes hozzáállás. Ma egy új nap, és Uram, nem sok mindent tudok. Ilyen picit így, ez egy egészséges elégedetlenség. Az részemről, hogy mennyire szükségem van tanításra. És említettem a másik rövid témát, mondtam a Sanyinak, hogy kettő kis gondolatom van. Az egyik az, hogy szörnyű dolog, amikor elveszti az ember ezt a képességét. És igenis, valójában a pásztoroknak és a tanítóknak, mivel ez egy pásztori levélből van, igenis az a dolguk, hogy intsenek, vagyis tanítsanak, hogy helyre igazítsanak, vagyis fedjenek, és bátorítsanak. És hogy hihetetlen jó dolog egy ilyen helyen lenni. Ez egy biztonságos hely. Ez egy jó hely. Maradjunk itt. Jó? Ez volt az első rövid gondolat. A másik az, hogy tudunk-e veszíteni. És Jim Elliot mondta, hogy nem bolond az az ember, aki odaadja azt, amit nem tud megtartani azért cserébe, amit örök életre megkaphatna. Amit nem tud elveszteni. Ez jó, nem? Nem bolond ember az, vagyis bölcs az az ember, aki az emberi életet nem arra használja, amire nem való, vagyis tartogatásra, gyűjtögetésre. És ez egy nagyon tág téma, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, de a saját életemben tapasztaltam meg a 21. század legnagyobb kihívása a kütyük dolgok az emberi életben, hogy mennyire leterhelnek minket. Egyre több használati cikk, eszköz, mobiltelefon, műszaki kütyű torlódik föl a háztartásunkba. Jól mondom? Vagy ti nem vagytok ilyen problémával? Amikor ott fekszik az asztalodon 8 mobiltelefon, 4-et kaptál, mert már valaki hozzád vágta, és rendelkezel egy ilyen hozzáállással, hogy te jó ég, nem tudom eldobni őket, vagy nem tudom, olyan gyorsan változik a világ. Ez aktuális. Higgyétek el, hogy ez egy aktuális dolog. Én láttam embereket megfulladni a kütyükbe. Láttam embereket körbezárva egy saját börtönt alakítottak ki a tárgyakból. És hogy jött ez a gondolat, hogy tudunk-e veszíteni. Hogy a kereszténynek tudnia kell lemondani, a kereszténynek tudnia kell adni, és ez egy hozzáállás, amikor az ember észreveszi, hogy sokkal többről szól a keresztény, vagyis az élet, a szellemi élet, mint materiális dolgok. És ez egy szabadság, amikor, és egy jó sávfárkodásnak az eredménye az egész. Úgyhogy odaadni ez a gondolat, hogy tudunk-e adni, és ez egy üzletember találkozóból nőtte ki magát ez a hely, ez a fórum, és lett eredményes élettalálkozó, és hogy tényleg az interneten hallgatókat is bátorítom, meg magamat is bátorítom, hogy ez egy hozzáállás kérdése. Értenünk kell az életnek az elvét, törvényeit, hogy minden, ami erre a földre születik, az elavul, elenyészik, és hogy hihetetlen fájdalmakkal, ahogy Máté 13-ban vagy 1 Timotós 6-ban fájdalmakkal tűzi, szúrja át magát az ember, amikor a fókuszt elveszti. És erre szeretnélek titeket inteni, tanítani, bátorítani, hogy tudnotok kell lemondani az életben dolgokról. És elmondom a sztorimat. A héten
volt fél órám, amikor nem volt mellettem a feleségem, és nagy bajba kerültem. Nem tudom, értitek-e, fél testem orvosnál volt, és én kimentem a nagykörútra, és betévedtem egy mobiltelefonboltba. Tehát ne gondoljatok semmi rosszra, jó? De az a lényeg, hogy az ember a szem kívánása, tehát a szemek, egy János 2.16-ban, 15-16-17-ben valahol azt mondja, hogy a szemek kívánsága, tehát a szemünk mennyire vezérli az életünket. És arra gondoltam, hogy nekem szükségem van egy okos telefonra, vagy egy okosabb telefonra, mint ami van. És volt egy jó, volt egy jó lehetőség, és megvettem. Persze megbeszéltem a feleségemmel, nem láttam, hogy békessége van benne, de azt mondta, hogy oké, ám legyen. Nem volt egy nagy összeg, hagyjuk ezt, de az a lényeg, hogy nem is a pénzről van itt szó, hanem elvekről van szó. És megvettem, és nem tudom, hogy tudjátok-e azt az érzést, hogy 6 évig használtok egy telefont, aminek az operációs rendszerét már tudjátok, ismeritek, és nem rabolja el már többé az időtöket, hanem arra használjátok, amire kell. Kommunikáltok vele, nagyon gyorsan. És fogtam azt a telefont, és amikor megvettem, attól a pillanattól fogva, pontosan 24 óráig folyamatosan azt fogdoztam. És azt vettem észre, hogy folyamatosan valami a kezembe került, és nem csak azért, hogy tanuljam, hanem olyan alkalmazások voltak már rajta, amik ellentétesek voltak az eddigi elveimmel. És rájöttem arra, hogy egyre jobban kínzott valami belülről, nem nagyon fájdalmas, hanem hiszem, hogy ez a Szent Szellemnek a munkája. És azt mondta, hogy tudsz-e veszteni azért, hogy megnyerjél valami nagyobbat. És hogy ez a lemondásnak a győzelme. És mondtam a feleségemnek, hogy hát ez lehet, hogy nem volt jó ötlet, és nem anyagi dologokról volt szó. Éppen ebben a pillanatban, oké, legyünk őszinték, nem ezen az 5000 forinton múlott az életünk. Bár misszionárusként hihetetlen aggályaink vannak állandóan, hogy szeretnénk jósáfárkodni azzal a pénzzel, amit kapunk valamire. Tehát ez egy folyamatosan 4 éve, 5 éve mióta külföldön szolgálunk, valójában tudjuk, hogy mások pénzéből élünk. Tehát ezt tudni kell. De valójában mit van, amit ne kaptál volna, azt mondja az írás. Valójában minden jó fölülről származik az Úrtól, és ez rátok is vonatkozik, hogy szeretnénk jó sáfárok lenni. És azt gondoljuk, a jó sáfárkodásban, jó sáfár az nem ad ki semmit a kezéből, hanem mindenből extra 100%-os profitot akar csinálni. Jól mondom? Tehát egyszerűen. Képzeljétek el, milyen lenne az a cég, ami soha nem selejtez. Ha nem lehetne oda bevenni. Rád borulna az áru. A volt régi kütyű, a Commodore 64-ek ott állnának még mindig a polcokon. Számítástechnikai cég, és bemész, és nem találod az üzletvezetőt, meg senkit, mert már rég betemette őket a 64-es, meg a régi komputerek alatt fekszenek, és jól sáfárkodtak, úgyhogy nem selejteztek soha, vagy nem csináltak nagy takarítást. Értitek az elvet? Hogy egyszerűen betakarhat minket a mocsok, tehát eltakarhatnak minket a kütyük. De lehet ezt alkalmazni az egészségre, lehet ezt alkalmazni a szépségre, lehet ezt alkalmazni a biztonságra. Állandóan valami hajtja és energizálja az életünket. És el kell döntenünk azt, hogy kiben bízunk és kinek a kezébe tesszük le az életünket. Ez egy elv, ami valójában szabadságot ad. És az történt, hogy felhívtam a telefonboltost, az volt a szerencsém, hogy Sepsi Szent Györgyi volt, valamiért kedves volt velem, és mondtam neki, hogy nem vált be ez a telefon, nem akarok magyarázkodni, és tudtam jó, hogy ők üzleti alapon dolgoznak, és mondtam neki, hogy X pénzért vettem, és X pénzért visszaadnám. És bizony ilyenkor jöhetett volna az a hang, hogy te nem veszíthetsz. Értitek azt, mit mondok? 5000 forint nem veszíthetsz, ezt kaptad, ez egy rossz sáfa, és jött a hang, hogy vádoljon. De azt mondtam, ha ma nem adom vissza, rajtam marad. Értitek? Hogy a döntés, az idő fontossága az életünkben, amikor valamiről le kell mondanod, és kell, hogy Istentől hallják, akkor azért, mert
mert valójában ott lehetne az asztalomon a 9. mobil, amit semmire nem használok. És tudjátok jó, hogy milyen gyors az élet, és milyen gyorsan történnek a dolgok. Az, amit ma megveszel, holnap már nem ér annyit, és sokkal gyorsabban romlik mindennek az értéke, és ez egy gazdasági kérdés is valójában. Hogy amikor gyorsan tudsz dönteni, kevesebbet veszítesz, mint amikor lassabban. Elmegy a lehetőség, elmegy a vonat, úgy szokták mondani. És hogy, de először is tudsz-e veszíteni, tudsz-e lemondani dolgokról. Vannak ismerőseim kín Erdélyben, tényleg az ottani nehéz szituációk miatt, a nehéz évszázadok nyomás miatt talán kialakult az, hogy mindenre vigyáznak, és nem lehet semmit kiadni a kézből, és minden hasznos. De vannak olyan szituációk, amikor azt látom, hogy csak megnyomorítja az emberek életét a dolog. Például kocsikat tartani, sok kocsit tartani, amik önmagában valójában folyamatos veszteséget okoznak az embernek, hogyha nem használják. És ilyen dolgok. Úgyhogy van egy görcsös ragaszkodásunk a dolgokhoz, kérlek, hogy bánjatok el ezzel, sokkal könnyebb lesz az élet, amikor tudtok majd lemondani dolgokról. És Isten erről mindig tanít minket, különben ezért van az adakozásnak az elve és a tized, hogy valójában folyamatosan frissen tartsa az Úr a hívőt, az ő gyermekét arról, hogy ne ragaszkodjon ez a világhoz, hogy a biztonságát valójában ez egy tanít, itt megint a tanítás van, amikor adok a tizedet, adok Isten munkájára, hogy valójában egyetértek vele, és a bizalmamat kifejezem, amikor megfogom azt a pénzt, és az én érdekszférából áthelyezem egy másikba, ahol már nincs hatalmam fölötte. Tehát lemondok valamiről, és ezt Isten, ez egy folyamatos tanítása Istennek. Ez nagyon jó dolog. És csak két rövid, nézzétek meg Máté 19-ben a gazdag ifjú történetét, és Lukács 16-ban pedig a hamis sáfár történetét. Nagyon érdekes, hogy az egyik az egy pozitív példa, pont a hamis sáfár, hogy Isten, vagyis Jézus Krisztus tanított minket arról, hogy ő csalt. Egy bizonyos szinten tudom, hogy sok elképzelés van erre a sztorira, történetre, de valójában megdicsérte ő az Ura, pedig valójában a hitelezőkkel kapcsolatban lemondott és veszteséget termelt, tehát kevesebbet írt be. Mennyivel tartozol? Ennyivel? Írj be ennyit. Mennyivel tartozol? Ennyivel? Írj be ennyit. És mondanánk ezt arra, hogy ez egy rossz sápárkodás, de valójában fölfedezte és felismerte az időknek a fontosságát arról, hogy az élet az mindig a most, a mában éljük az életet, és mennyire fontos az, hogy ne veszítsük el a pillanat lehetőségét, az élet lehetőségét, és ne ragaszkodjunk dolgokhoz. Úgyhogy talán ez volt a rövid gondolat, ami nem is lett olyan rövid, elnézés, de hogy tanítva kell, hogy legyünk, hallanunk el Isten hangját, aztán mellette vigyázni kell arra, hogy ez, aki itt van a bibliaiskola, elvégeztem 10 éve, ahogy mondta egyszer a Sanyi, megkérdezték, hogy mire emlékszik, semmire abból, hanem valami csak a szívünkbe került, nem? És mindig mondom a végzetteknek, hogy akkor, amikor azt gondolod, hogy elvégezted a bibliaiskolát, és azt gondolod, hogy rendben vagy, akkor te megbuktál. Legszívesebben visszavenném a diplomádat, mert valójában amit megtanulunk a bibliaiskolába, az, hogy folyamatosan kell tanulnunk, hogy mennünk kell tovább. Csak az alapokat rakta le a bibliaiskola. És csak kijöttünk a homokozóból, és mennénk tovább az életben. Úgyhogy folyamatos tanulás, elfogadni, alatta maradni az igének, ez az alázat, és a másik pedig az, hogy ne birtokoljon senki téged, legyél szabad. Se egy kütyű, se a régi dolgok, és tudjál megválni dolgoktól, csak így szabadnak lenni dolgokkal. Tudom, hogy ez ilyen kényes dolog. Én csak mondtam valamit, aztán te tudod, hogy miről van szó. De biztos, hogy ti is jártatok ebbe a cipőbe, amikor
órákat agonizáltatok dolgokon, de valójában egy felülről jövő bölcsesség elmondja azt, hogy vagy most buksz ennyit, vagy elbuksz mindent. Érted? És ez tényleg, ez komoly. Ha nem tudsz most a pillanatban picit bukni, tudjátok jó, hogy ez egy párkapcsolati elv is, egy verbális elv is. Ha nem tudsz akkor rögtön megbocsátani, azt mondja, hogy ne menjen le úgy a nap, hogy nem bocsájtotok meg egymással, így van? Ez is csak egy presztízs kérdés, nem? Hogy tudok-e aznap este megbocsájtani a feleségemnek, vagy a barátomnak? Még ha nem is hívom föl a szívembe. Mi van, ha másnap tovább viszed ezt a szívedbe? Így van? És itt is csak erről van szó, hogy tudsz-e veszteni? Mert valójában mindig az ember, az énje, az egója azt mondja, hogy ha én bocsánatot kérek, akkor vesztek. De az Isten azt mondja, ha bocsánatot kérsz, akkor nyersz. Még ha te nem is csináltál semmit, akkor is csak nyerhetsz, ha szeretsz. Ha szeretsz, akkor mindig nyersz. Ámen? Beszéltem az anyagiakról, de ezt alkalmaztatod az életedben is. Megbántottak? Azonnal mindig menjél túl ezen. És ne tartogass, mert amit tartogatsz, az meg fog borítani téged. Rá fog menni az életedre. Bármi legyen az. Legyél szabad. Ámen? Köszönjük Jézus Krisztus, és köszönöm a lehetőséget. Ha akartok a híreket rólunk, vagy bármi, sepsi.bibliaszol.hu, különben ott van a sepsikorról is az információ, hogyha hallgatsz minket Erdélyből, gyere el, lepjél meg minket, és köszönjük az életeteket. Áldott dolog és áldott életünk van Sepsi Szentgyörgyön, és nagyon szeretünk ott lenni, különben csak egy mondatban, hogy Isten munkálkodik és mozdul. 2 év után történt meg az, hogy szinte senki nem jött a gyülekezetbe, és nyár végén egy vasárnap 10 új ember volt. 10. Vagyis a gyülekezetnek a 100%-os növekedését éltük meg egy nap. Mert 10 felnőtt van, és 20 felnőtt lett hirtelen. Jó, volt benne gyerek is, de nem hittük el. És Istennek más gondolatai vannak, mint nekünk. És ez is a tanítás kérdés, hogy ezt el kell fogadnunk. Amen. Köszönöm szépen. Sziasztok! Megpróbálom ezt meghackelni. Megy át rajta. Nem, akkor egy másikon. Oké. Okay. Ez új csittető. Nem, ez már jó lesz, igaz? Jó? Sziasztok! Reméljük, hogy ez nem megy az üzenet rovására. Micsoda gondolatok voltak Pásztor Kornél? Köszönjük! Tű! Én nagyon élveztem. Nem szerettem. Ne várd meg a végét. Nagyon érdekes, hogy az üzleti világ ezt felismerte, a tanítás, a taníthatóság szükségességét. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy nagyon jogos alapon sose válik teljesen taníthatóvá, mert nincs senki, akiben teljesen bízni lehetne. Ezt értitek? A taníthatóságnak van egy olyan oldala, hogy kiszolgáltatottság. Ki akar kiszolgáltatott lenni? Én nem. Főleg úgy nem, hogy tudom, hogy majdnem minden tanító gyarló. Sanyi, miért mondod, hogy majdnem? Hát igazából minden tanító gyarló. Ennyi. De akkor miért legyek feltétel nélkül tanítható? Tehát akkor oda dobsz engem valaki más tévedésének.
nem? Akkor inkább élek a saját tévedésemben. Azt legalább ismerem. Az közel van. És igazából ezt a képletet, amely teljesen jogos, ez a könyv változtatja meg. Az igazság léte. Hogy tudjuk, hogy Isten nem hallgatott, nem volt csendben, hanem nekünk, a teremtményeinek információt adott arról, hogy az élet hogyan is működik, hogy mi kik vagyunk, hogy ő kicsoda, hogy mi az élet célja, értelme. Valójában egy nagyon részletes útmutatást adott az élethez. És ezt egy nagyon igazolható és nagyon tiszta és értelmezhető módon közölte velünk, mégpedig a Biblián keresztül. És tudjátok, hogy az én egyik kedvenc témám a bizonyítás. Bizonyítani, hogy Isten létezik, és hogy ő kicsoda, és hogy mit is mondott tényleg, azaz, hogy pontosan mi az igazság. És ez a bizonyítás lehetséges azért, mert Isten temérdek, úgy értem, iszonyatos mennyiségű bizonyítékot rakott maga köré és a saját tanítása köré. És innentől, hogy tudjuk, hogy Isten a végső valóság, a végső igazság, és tudjuk igazolni, hogy ő mit mondott, innentől a teljes alázat, a feltétel nélküli taníthatóság már nem egy rémálom. Ezt értitek? Mert enélkül az volna. Enélkül nem volna meg a lehetőséged arra, hogy biztosra menj, hogy mi az, ami méltó rá, hogy elfogadd és megtanuld. De így igen, fogom a Bibliát, tanulom, értelmezem, ebben vállalom a felelősséget, és bár az értelmezésem, mondjuk azt, hogy hibáira számítva, de mégis van egy alapom. Értelmezhetem rosszul, ennek a lehetőségét mindig nyitva hagyom, de amire eljutottam, az szerint járok, és ha valamit rosszul gondolnék, Isten azt is kijelenti majd nekem. Úgyhogy annyira egyetértek Pásztor Kornéllal, hogy én azt hiszem minden egyes alkalommal, amikor ideálhatok elétek, akkor nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy van egy könyv, amiből taníthatok. Ernővel mondtuk, hogy mit mondanánk, ha nem lenne a Biblia? Most komolyan, mit mondanék? Mert minden egyes alkalommal, amikor ideálok, úgy érzem, hogy nem tudok semmit. De kinyitom a könyvet, mint ahogy most is kinyitottuk. A rómaiakhoz írt levél. Most tudjátok, épp ebben az örömünnepben vagyunk, hogy ezt olvassuk. És fölveszem a szemüvegemet, és meglátom, hogy Istennek mi a gondolata. A végtelen, mindenható, minket szerető, velünk valósan törődő Istennek. És ő azt mondja Róma 8:28-ban, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Hányan szerettek videójátékot játszani? Nem mindenki vallja be. Oké, játszottatok már úgy, hogy direkt ilyen easy-re állítottátok? Mit tudom én, a first person shooting game, tudod? És tudod, te szinte halhatatlan vagy, és mindenki csak hullik körülötted, nincs ennél jobb. De azt egy ponton uncsi, mert nincs már kihívás. De ez egy ilyen ígéret. Ezt észrevettétek? Értem, Ernőn neves, ez nagyon komoly dolog. Tehát, hogy figyelj, Isten tett egy ígéretet, amivel azt mondja neked, végül is ezt mondja, hogy figyelj, én beavatkozom az életedbe, én jelen vagyok az életedben, semmi nem történik egy fatalista módon, ilyen biliárd golyó effektus, hogy meglöktem, pattan, azt legurult a lukon, hát ennyi, így jártunk. Hanem persze ott van az ok-okozati összefüggés, de ez nem egy zárt rendszer, ahol csak
a fizika, kémia, matematikailag kiszámítható okozati összefüggései vannak, hanem két szabad tényező van. Három, ha lehet így mondani. Az emberi szabad akarat, te megváltoztathatod a döntéseddel a rendszert, okozatnak, nem oknak, a te döntéseddel más okozata lehet. Ezt érted? Megütsz, visszaütök. Ok-okozat, nagyon egyszerű. Megütsz, fekszel. Ha csak nem ütöttél elég nagyot, mert akkor úgy kell, rögtön nagyot kell, és akkor én fekszem, és nincs, annak már nincs rátható okozata. De a döntés, a szabad akarat, az közbe jöhet, ezt érted? Megütsz, és oda tartom a másik arcomat is. Megváltozott a rendszer a döntés miatt. És szabad akarata van az embernek, angyaloknak és Istennek. És Isten azt mondja, hogy én a magam szabad akaratával beavatkozom a történelem folyásába. A te pártodon, a te javadon, a mindenható Isten a te szövetségesed. Úgy kéne pontosabban mondani, hogy te vagy az övé, de nem lenne pontos. Nem lenne pontos. Én szövetségese vagyok-e a fiamnak? Nem úgy kéne lennie, hogy ő az én szövetségesem? Majd úgy lesz. Majd, ha 21-23 éves lesz. De most ő csak éli az életét. Alig tudja megkülönböztetni a jobb kezét a baltól. Azért már megy. Egyelőre én vagyok az ő szövetségese. És nem úgy, hogy kiszolgálom őt feltétel nélkül, hanem úgy, hogy szeretem őt, próbálok egy olyan életet biztosítani a számára, ami a legörömtelibb és a leginkább a hasznára van, és vezetem, és nevelem. Intem, feddem, bátorítom szeretetben. És Isten is ezt csinálja velünk. Azt mondja, hogy minden a javukra szolgál azoknak, akik Istent szeretik. Minden. Ez egy új világkép. Ez egy új világkép. Azt tudod, hogy nem így gondolkozol? Tisztában vagy vele, hogy ha a világban nőttél föl, már pedig ott nőttünk föl, ha a hagyományos iskolarendszerben nőttél föl, már pedig abban nőttünk föl, hogyha a szüleink kultúráját szívtuk magunkba, már pedig azt szívtuk magunkba, ha figyelünk a divatra, a barátainkra, a környezetünkre, az üzleti világra, a mentálhigiéniára, az egész, ha figyelünk mind arra, ami körülöttünk van, és figyelünk, mert nem tehetünk mást, akkor nem így gondolkozunk. Akkor az élet már megtanított rá, hogy semmi sincs a javunkra, csak az, amit mi magunk arra fordítunk. Hogy nincs nekünk semmink, csak amit megszerzünk. Hogy nem marad semmi a miénk, csak az, amihez ragaszkodunk, amit megóvunk. Hogy nincs harc, amit megnyerhetek, ha csak nem harcoltam benne teljes erőmben. A világképünk a vesztés és a küzdelem világképe, amiben nincs békesség, nincs nyugalom. Csak harc. Igaz ez? Ebben élünk, ne viccelj. Többé, kevésbé. Az iskolában ezt tanultuk, ugye, te bemegyek, aranyos vagyok, tanulok, próbálkozom, alig értem, de aranyos vagyok, próbálkozom, nem vagyok gengszter, tanítóbácsi, tanítónéni, szeretném megtanulni, és akkor dolgozatot írunk, és egyest kapok. És cicegő fejjel néznek rám, és mutatom a szüleimnek otthon, és egyes? Hogy lehet ez? Tudod, és azonnal megtanultam, az első, már előtte is megtanultam, hogy nincs minden a javamra. Hogy nagyon össze kell kapnom magam ahhoz, hogy az élet, nem is tudom, ilyen kötéltáncán nehogy rosszul lépjek. Ez egy forradalom. Egy olyan forradalom, ez az ígéret, amit a legtöbb ember nem is tud befogadni. Túl jól hangzik. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javadra van.
Úgy magától, fatalista módon? Nem, hát elmebeteg vagy, ne viccelj. Ha orrba vágtál, vérzik, hogy lenne ez a javamra? De jön Isten, belenyúl az eseményekbe, és a javamra fordítja. Hogyan? Hát nem látom át mindig. Te átlátod mindig? Át kell látnom mindig? Igen, ha nem bízom Istenben. Igen, át kell látnom, ha azt gondolom, hogy ő is olyan, mint mi emberek, aki csak haszonból teszi, aki megbízhatatlan, ígér valamit, de aztán nem tartja be. Ha azt gondolom Istenről, amit gondolok a többi emberről, akkor tudnom kell, hogy magyarázd meg nekem, hogy ezt hogyan fordítod a javamra. Magyarázd meg, mert amúgy azt gondolom, hogy egy gengszter vagy. Amúgy azt gondolom, hogy ha elfordulok, hátulról belém lököd a kés. Amúgy azt gondolom, hogy pont olyan vagy, mint az az üzlettársam, aki megígérte nekem, és úgy vert át, ahogy csak tudott. Az is ugyanúgy mosolygott, mint ahogy most te mosolyogsz. Blá, 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 minden a javadra van. Duma! Na végre kimondtam. Értitek, hogy erre vagyunk kiképezve? És akkor jaj, most vallásos lettem, jaj, jól kell viselkedni. Jaj, azt mondja Jézuska, hogy minden a javamra van. Akkor mostantól nyugodt leszek. Hogy értem, az eddigi 40 éves előítéletemet, a 40 év sebeit, a 40 év harc edzett kés a számban, kard a kezemben, és beugrok a tömeg közé, és vágok. Ezt egyik pillanatra a másikra eldobom. Látjátok a glóriát? A fejem felett? Nem így működik. Ez egy bizalmi válság. Úgy értem, Isten beköti a szemedet, megnézi, hogy tényleg nem látsz semmit, és eleinte még a kezét se nyújtja, csak azt mondja, hogy gyere! Na normális vagy! Ha akkor sem mennék, ha látnék! De így, és ő azt mondja, hogy gyere! És a hang távolodik. Ha? Gyere! Gyere! És mi életünkben először találkozunk a hitben járás brutális valóságával, ahol egy nem látható, de valós, az elmém, a szívem számára megvizsgálható, igazolható, de továbbra sem látható, továbbra sem tapintható, továbbra sem mindig megtapasztalható valóság alapján döntök. Hit, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem naivitás, nem eldobtam az agyamat, de nincs tapasztalás, nincs látás, nincs tapintás. Mint amikor van egy szakadék előtted, 150 méter, egy brutális, áthidalhatatlan távolság, és körülbelül másfél kilométer lefelé. Tehát nem ledobsz egy követ, és megunod várni, míg leesik. Illetve mire leesett, nem hallod, hogy koppant, mert olyan messze van. És azt mondják neked, hogy menj át. Mi? Menj át! Te nem vagy komoly, igaz? Te most viccelsz. Te ez az életmód, ez az életmód tanács, amit adsz. Ez a megoldás. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy van egy híd előtted, de láthatatlan. Menj át. A túloldalon vár az az élet, amit mindig is kerestél. A túloldalon vár az, amit eleve életnek hívhatunk. Menj át. Ez a hit válsága. Ez a hitben járás kihívása. Ez az, amit megtanultunk nem csinálni. Észrevetted? Hogy az élet arra készített föl, hogy ezt ne csináld. A legtöbben ezért nem vállalkoznak. A legtöbben ezért vallanak kudarcot az üzletben. Mert az üzlet az arról szól, hogy egy még nem létező cégbe
egy lehetőségbe. A lehetőség az valami, ami nincs, de lehetne. Ezt értitek? Mennyit fogsz keresni? Milliókat. És most mennyit keresel? Semennyit. Te hülye vagy. Nem, vállalkozó vagyok. Mennyit keresel? Mi az, hogy keresek? Havi 1 milliót teszek bele. Havi 1 millió mínuszban vagyok. És miért csinálsz ilyen elmebetegséget? Mert olyan információm van, amelyből arra következtettem, hogy ha ezt a befektetést megteszem, és 5 évnyi kemény munkát beleteszek, akkor a most befektetett időm, energiám és pénzem egy ponton elkezd megtérülni, és ténylegesen elkezdek pluszba menni. Először már csak 500 000 kell beletenni, aztán már csak 300 000-et, aztán nullán vagyok. Ez a harmadik év. És aztán egyszer csak 200 000 pluszban vagyok, 500 000 pluszban, 1 millió pluszban, 3 millió pluszban és 5 millió pluszban havonta. Hú, ez állat jól hangzik, hol van ez a cég? Még nem létezik. Nincs sehol. Itt van bent. Na, ezért nagyon sokan nem vállalkoznak. Mert nem képesek a hitre. Nem képesek egy nem látható valóságban való meggyőződés alapján cselekedni. Csak arra lépnek rá, ami az orruk előtt van. Csak annyiban bíznak, amit meg tudnak fogni, meg tudnak nyalogatni, meg tudnak szagolni. Micsoda naivitás kell ahhoz, hogy azt gondold, hogy az élet ebből áll. Csak abból, amit te meg tudsz tapasztalni, és te meg tudsz fogni. Számodra akkor a kínai nagyfal se létezik, meg a Grand Canyon. Láttál róla fotót. Montázs. Komolyan, te elhitted, hogy létezik kínai nagyfal? Te milyen naív vagy, montázs. Hát ezek mind montázsok, nem tudtad? Minden montázs. Érted ennek a csapdáját? A dörzsölt, a ravasz, akit nem tudsz átverni, aki csak abban hisz, ami az orra előtt van. És az igazi élet ott van a túloldalon. Ott a túloldalon. És át kell menned. És persze, amíg még nem éltél eleget, addig úgy érzed, hogy itt is maradhatsz. Nem nagyon zavartak azok a furcsa hangok a bokrokban hátul. Nem nagyon zavartak azok a körülmények, amik itt vannak, mert még bírtad. Aztán idővel kiderül a hangokról, hogy egyre hangosabbak. És egyre kevésbé tűnnek barátságosnak. Még először meg nem láttad az első farkast, aki éhes, aki aztán szólt a haverjainak, akik úgy gondolták, hogy te pont jó leszel vacsora vendégnek. És az élet az én rendszeremben, ahogy egyre többet élünk, egyre élhetetlenebb. Nem tudom, hányan tapasztaltátok már meg, hány kudarcotok volt már, hány csalódásotok, hány olyan mély felismerésetek volt, amiből kiderült, hogy ha az életben csak te vagy az, akiben bízhatsz, ha csak te vagy az erő, amire alapozhatsz, ha mindig a te tévedéseidet kell élni mások tévedése helyett, akkor az egyáltalán nem egy olyan jó választás. Át kell menned. És a híd tényleg ott van, és tényleg nem látod. A hídben járás egyetlen lehetősége a kipróbálás. Hogy meg kell előlegezned az elmédnek, a szívednek, a bizonyítékoknak, a bibliai üzenetnek, hogy igaz. Meg kell előlegezned. És ez nem egy elmebeteg megelőlegezés, hanem egy olyan, mint a vállalkozói. Gazdaságossági számítás, pontos tervkészítés, szakemberekkel való egyeztetés, tudjuk, hogy minden lépést meg lehet lépni, tudjuk, hogy minden lépésre megvan az erőforrásunk, tudjuk, hogyha kitartunk, akkor lépés-lépés után rendben lesz, van egy tartalékunk is, hogyha a gazdasági helyzet megváltozna, és van egy pontos terv,
Nagyon, mint egy mérnök, amikor egy házat megálmodik, az sem áll még, csak tudja, hogy hogy lehet felépíteni. És amikor a kőművesek jönnek, illetve először a földmunkások, és elkezdenek egy gödröt ásni egy toronyházhoz, ez is milyen elmebeteg. Hogy értem, fölfelé akarnak, azt lefelé indulnak. Ez az első téve. De értitek, van egy nagyon komoly tudás a háttérben, de tapasztalat nincs semmi, csak tudás. És ugyanezt mondja Isten is, olvasd a Bibliát, légy tisztában az apologetikával, a bizonyítékok ott vannak mögötte, a Biblia hiteles, nem igaz, hogy átírták, nem igaz, hogy ellentmondásokkal van tele, azt úgy hívják, hogy dezinformáció, az az ellenség harcvonalak mögötti partizán stratégiája, illetve kém stratégiája, hogy az olyan felszínes, ostoba kis emberkéket, mint amilyen te vagy, meg én vagyok, ne kapcsolt ki a felvételt, ez nem egy szándékos sértés volt, csak próbálom kihangsúlyozni, hogy a felszínes ember, aki nem gondolkozik, az elhiszi, amikor valaki azt mondja, hogy oroszlán van az utcákon, oroszlán van az utcákon, és ha elég hangosan mondom, és futni kezdek, akkor lehet, hogy én is elkezdek futni. Mert olyan igazinak tűnt. És hogyha ehhez még tudod, ráhangolok valami erős adót a Kocsid rádió csatornájára és a Sut Rádió Budapest, híreket mondunk, oroszlán van, Érd utcáin. Kész, ennyi. Én egy hétig nem jövök ki a házból. De van, akit így nem lehet megetetni. Van, aki gondolkozik. Van, aki azt mondja, hogy bizonyítékokat akarok. Ahhoz, hogy komoly döntéseket hozzak. És a Biblia mellett rengeteg bizonyíték van. És a bizonyítékok olyan erősek, hogy bármilyen tárgyalás, bármilyen nem csaló, tehát nem hatásvadász, nem dominancián, erőn alapuló, bármilyen nem lekezelő, hanem igazi vitában győz, garantáltan. Bármilyen esküdtszék megszavazná, hogy ez a könyv igaz. Ha csak nem egy lefizetett, előre elkészített döntést dönteni akaró esküdtszékről van szó. De neked kell eldönteni, hogy bízni fogsz benne. A szabad akarat megváltoztatja az ok-okozati láncot. A szabad akarat, a te döntésed ott van, és ez a méltósága az embernek. Isten azt mondja, a híd ott van előtted. Isten azt mondja, hogy a túloldalon ott van az az élet, amiről álmodtál, sőt, amit álmodni sem mertél. De nem vihetlek át, de nem csavarhatom ki a kezed, de nem bírálhatom felül a te szabad döntésedet. Te döntöd el, hogy rálépsz-e arra a hídra. Te döntöd el, hogy mersz-e kockáztatni. És a kockázat idézőjelbe téve. Mert a híd tényleg ott van. A kockázat nem valós. A kockázat egy érzékelt kockázat, egy elképzelés, csak azért, mert egy olyan megoldás felé mész, amit eddig nem ismertél, és amit nem tudsz megtapasztalni, ahol szükség van arra a rendkívüli képességre, amit hitnek hívunk. Hogy egy nem látható dolog felől szerzett bizonyosság alapján dönts, úgy, hogy még mindig nem látod. Ezt értitek? Ez az élet titka. Hitben járunk, kockáztatunk, bízunk, és olyan dolgokat teszünk meg, amit a világban senki. A világban az emberek összerezzennek, amikor látják az életünket. Ezt hogy merted megtenni? Hazárdíroztál? Vakmerő vagy? Hogy nyugodt vagy most? Hogy nyugodt vagy? Neked most hisztizned kéne? Stresszelni? Hogy oda tartod a másik arcodat? Nem értem. Honnan ez? A láthatatlan híd. A láthatatlan híd. És hogy csináljuk mi ezt? És ezzel befejezem. Jó, sokat haladtunk római levélben ma. Azt a mindenit. Tessék? Ja, visszaléptünk, mert nem haladtunk egyáltalán, mert ez volt az előző alkalom utolsó vers.
És jövő héten, ugye te vagy Tivadar. Jövő héten, el ne felejtsétek, majd a végén is elmondjuk. Jövő héten, ami van, mikor? De hanyadika? 17-e. Milyen hónap? Október 17. Oké. Tehát október 17-én. Mi van két hét múlva? 23-a, azért kérdezem. Ünnepnap van. Akkor nincs eredményes élettalálkozó. Oké. Sepsin van a Sepsikon. Megyünk Sepsikonra. Oké, de most ne zavarjatok össze, de most Tivadar jövő héten, azaz október 17-én. 8-ra gyertek, kicsit később kezdünk, tehát meg lehet érni, de 8-ra gyertek, és párterápia, párkapcsolati terápiáról lesz egy ámulatos előadás. Hallottunk már egy ízelítőt belőle. Gyere el te, és hozd el a barátodat, barátnődet, a szomszédodat, a szomszédod férjét vagy feleségét, hozd el a szomszédod unokaöcsét, az ő férjét és feleségét, hozd el minden olyan embert, aki kapcsolatban ér, és azt akarottam mondani, hogy is gondja van, de ezt nem kell hozzátenni, mert aki kapcsolatban él, annak gondja van. Tehát, hogy értem, figyelj, van gyógyulás, ezt érted? Van gyógyulás. Hogy értem, emberek szükségtelen szenvedésben élnek a taníthatatlanságuk miatt, vagy a tanítatlanságuk miatt. Mint amikor csak be kell vennem egy gyógyszert, és meggyógyulok, és nem tudok róla, és ezért nem veszem be. Ennél még rosszabb az, ami velem történik, a feleségem kirakja nekem az asztalra a vitamint, és azt se veszem be. Na ez a hülyeség, ez a teljes definíciója. Oké? És sokan így élünk, hogy élünk egy olyan teher alatt, ami alatt nem kéne. És egyszerű tanulással, egyszerű felismerésekkel, néhány új döntéssel meg tudunk szabadulni. Rendben van? 17-e. És utána 23-án nincs eredményes élettalálkozó. Ha ide jössz és megtartod, akkor lesz, de én nem jövök, az biztos. Hogy? Ja, nem is tudsz bejönni, de kint a lépcsőkön megtarthatod. Igen. Pont azon a héten van Fruchtenbaum. Tökéletes. Hol lehet utána nézni a Fruchtenbaumnak? Fruchtenbaum.org, vagy nem tudom, hol vannak az előadások? Hol? Bibliatanítások.hu-n fönn van a Fruchtenbaum program, azon a héten lesz szerte az országban. Pont 23-án kezdődik. Nos, hitben járunk. Miért? Mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Neked minden a javadra van. Úgy hozhatsz meg döntéseket, hogy nem kell a végső, végzetes tévedéstől rettegned. Lehet, hogy elszúrom, lehet, hogy hibázok. De Isten a javamra fogja használni. Ezerszer szabadabb vagyok, ezerszer merészebb. És tudod, lehet, hogy nem látom pontosan a következő lépés minden következményét, mint ahogy nem látom a láthatatlan hidat. De tudom, egy ponton tudok eleget a híd építőjéről, a hídről hírt hozó Istenről, aki megbízható, aki megbízható, hogy ne kelljen látnom, amit ígért. Hogy azt mondhassam, ha ő azt mondta, akkor úgy is van. És hogy indulok el? Úgy indulok el, mint egy jó keresztény, ahogy elindul. Megmondták nekem, hogy bízhatok, úgy, hogy bízni fogok. És tudod, és hídben járok, kilépek a láthatatlan hídra, és csak nézzétek a diadalomat, ahogy lépkedek át, ezen az óriási szakadékon, a semmi közepén, úgy értem, minden szemfényvesztő, semmi hozzám képes, csak nézd az életemet, a hitben járás győzelme, így csináljuk? Hányan csináltátok így? Hányan gondoljátok, hogy így kéne csinálni? A legtöbben azt gondoljuk, hogy így kéne csinálni. A nagy tüdőt! A nagy tüdőt! Tudjátok, hogy csináljuk? Nem. Én nem. Engem nem veszel rá, hogy átmásszak azon a korláton. Soha nem nem. Azok a farkasok. El akkor futok itt párhuzamosan, de ott is vannak farkasok. Akkor futok ott párhuzamosan, de ott is vannak. Azt a leborult szivaréket. Tudod mit neked, Isten? Hogy hoztattál engem ilyen helyzetbe? Ez a hitben járás. Ez a győzelmes keresztény élet. Értitek? És akkor valahogy így néz ki.
Hát mászok a kettőt. Ott állok a peremmel, mögöttem a korlát, a farkasok meg... Tudom. Hát, ha nézek, eltűntek a farkasok, akkor vissza az egész. És tudod, és így néz ki, hogy be vagyok tojva. És ha bármilyen más választási lehetőségem van, akkor nem megyek hitben. De egy ponton nincs már más választási lehetőségem. És akkor átmászok a korláton, lenyújtom a lábamat, be vagyok tojva, és megérinti a lábam először, hogy ott tényleg van valami. És rettenetes, amikor először ráállsz teljesen, elengedted az összes természeti rendszeredet, az összes természeti megoldásodat, a józan észt, amit eddig annak hívtál, és ráálltál, tényleg ráálltál egy láthatatlan hídra, és nem zuhansz. Néhányan elég szerencsések vagyunk ahhoz, hogy a híd mellé lépjünk elsőre. Mert ugye nem vagyunk egész pontosak az információval, amit kaptunk, mert a híd nem végtelenül széles. Eltévesztettük 10 méterrel. Tudod, lehet, hogy nagy bátorsággal. Ó, láthatatlan híd, az nekem menni fog, tudod. Tudod, és már így lógok a korláton, és még mindig elég mélyre építették ezt a hidat, tudod. Mert ez nem azt jelenti, hogy mostantól én vagyok Isten, és van egy dzsinem, és amit csak elképzelek, az megtörténik, hanem úgy van, hogy Istennek van egy akarata, van egy terve. A hidat ő felépítette valahova. Nem mindenhova, valahova. Benne van a könyvben, hol van a híd. Úgyhogy a hídben járásnak vannak kihívásai. Lehet, hogy az első tapasztalatommal luftot fogok, és Isten nem hagyta, hogy leessek, de azt mondta, hogy figyelj, azt mondtam, hogy az ajtón menj át, ne a falon. Ez a fal. Én nagyra becsülöm a merészségedet, ugye nagyra becsülöm a készségedet, de a kettőnek találkoznia kell. Nem valamiben kell hinned, hanem az igazságban kell hinned. Nem akármiben kell hinned, hanem bennem kell hinned. Az információ és a te hited, annak találkoznia kell. Nagyon nagy hittel hiszed, hogy 1 + 1 = 3, még mindig nagyra értékelem a hitedet, de a hitedet egy tévedésbe vetetted. 1 + 1 = 3. Nagyon nagyra becsülöm, hogy hiszed, hogy a jég megtart, amin át akarsz menni, de akkor fog megtartani, ha elég vastag. Nem azért, mert eléggé hiszed. És hogyha nagyon hiszed, és a fél cent is néha 2 millis jégre rálépsz, akkor mi fog történni? A hited ellenére be fog szakadni. Ugyanígy fordítva, hogyha nagyon nyomorult, nagyon pici hittel lépsz rá a fél méteres jégre, mi történik? Megtart. A hitnek épp csak annyi szerepe van, hogy merj dönteni, hogy merj lépni az alapján. És hogyha a hitedet a valóságba fektetted, az igazságba, akkor a nyomorult, icinyi-picinyi, a betojás határán lévő hited, az pont elég lesz. Mert nem a hit tart meg, hanem a valóság. Nem a hit visz át a túloldalra, ahogy a New Age-es tanítás mondja, hanem a láthatatlan híd, amit Isten épített. Az ő hatalma, az ő ereje viszi az életünket. Te csak felismered ezt és rácsatlakozol. Érted a különbséget? Nincs benne nagy teljesítmény tőled, szinte semmilyen teljesítmény tőled. Az előbbi demonstrációm biztos nem egy dicsőséges hitben járást írt le, amivel majd kiállok elétek és azt mondom, hogy én hős, megmutattam nektek, hogy kell. Hanem ha valami volt, amiért nem zuhantam a mélységbe, az Isten volt, és nem az én erőm és az én tettem. Rendben van ez? Minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Ha ez az ígéret nem volna itt, akkor nem volna minden a javunkra. Miért van minden a javunkra? Mert ezt Isten ígéri, és közbeavatkozik. Ha nem avatkozik közbe, akkor nincs minden a javunkra. Ennyi. Ez nem olyan egyszerű.
És a Biblia tele van ígéretekkel. Úgy értem, tele van. Az egész Biblia egy ígéret. Annak az ígérete, ahogyan egy király felkészíti az örököst az uralkodásra. Benne van rengeteg tanítás, benne vannak intések. Sanyi, nagyon jó, úgy értem, soha ilyen elegánsan nem ugrottál át a korláton, de a híd 10 méter alrébb van, gyere. Ezt hívják feddésnek, igaz? Ez a feddés, pásztor? Igen, ez a feddés. Sanyikám, gyönyörű mozdulat volt. Nem ott van a híd. Még 3 méter. Bingo, már a szélénél vagy. Én kicsit még beljebb jönnék, ha csak nincs ejtőernyőd. És itt viszont biztonságos a menet, mert már a híd korlátain belül vagy. Értitek? A valóság. És hogy a végére érjek ennek a gondolatnak, volt itt egy feltétel, igaz? Kinek van minden a javára? Aki Isten szereti. Na most itt van az én nagyon komoly kérdésem. Hányan sejtitek, mit fogok kérdezni tőletek? Nem, ennél rosszabb akartam lenni. Tivadar nagyon bölcsen, helyesen fogalmazta meg a kérdést, úgy fogalmazta meg, hogy mit jelent Istent szeretni. Én először meg akartam forgatni bennetek a kést, és úgy akartam kérdezni, hogy szeretitek-e Istent? Mert csak akkor van minden a javatokra. Szereted-e Istent? És elhiszem, el tudom képzelni, hogy sok törvénykező gyülekezetben ez a kérdés így hangzik el. És ez az a pont, ahol füledet, farkadat behúzod, és sunyogva távozol a hátsó ajtón, mert nyilván nem szeretem Istent úgy, ahogy kellene. Elolvasom 1 Korintus 13-at, ahol ott van a szeretet definíciója, és azonnal diszkvalifikálódtam. Szép lett volna ez az egész, de hát nem szeretem Istent. És ez szerintem az egyik legaljasabb hazugság, amit csak lehet tenni a Bibliában. Mert az ember alkalmatlan a szeretetre. 1 Korintus 13 sosem mondja azt, hogy szeress. Észrevettétek, hogy nem mondja, hogy szeress? Nem mondja, hogy szeress. Azt mondja, hogy ha szeretet nincsen benned, nem nagy a különbség, de nagyon nagy a különbség. Mert nem én vagyok a szeretet forrása. És nem is te. És tudod mit? Soha nem is leszel! Micsoda szabadság! Úgy értem, te soha nem leszel a szeretet forrása. Soha! 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 Isten a szeretet forrása. És hogyha szeretet nincsen benned, azaz, ha Isten nincsen benned, akkor semmi vagy. És ez igaz. Úgyhogy ha valahogy akarhatok és bírhatok is szeretni, az csak úgy, hogy Isten bennem van. De ha Isten bennem van, akkor van ott még valami, amit nekem kell tennem? Ahhoz, hogy szeressek? Nagyon jó kérdés. És csak nézzük meg János 4-et, 1 János 4-et. Ugye ez volt a házi feladat legutóbb. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. És aztán előtte 7-8. Oké, tehát nem az a szeretet, hogy mi szeretjük is egymást, hanem az, hogy Isten elküldte a fiát. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Oké, mi kell ahhoz, hogy szeressük egymást? Istentől kell, hogy legyünk, és Istenünk, ismernünk kell Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet.
Tehát azt mondja, hogy akkor nem szeretsz, ha nem ismerted meg Istent. Ha megismerted Istent, akkor képes vagy szeretni. Azaz a szeretet ott van benned. A kizáró, az egyetlen kizáró pont, ahol azt mondja, hogy amiért nem szerethetsz, tehát amivel ezt összeköti, az az, hogy nem ismerted meg Istent. Okay, Istent megismerni pedig egy intim és bensőséges kapcsolaton való megismerést jelent, ami a megtérés. Efézus 1.13, 12.13, az evangélium. Ha hallottuk az megmenekülésünk örömhírét, akkor ő eljegyez minket az üdvösségünk zálogával, a megígért Szent Szellemmel. És ott van bennünk. Isten benned van. Isten harmadik személye, a Szent Szellem beléd költözik. És örökre veled is marad. János 17. Jézus bennünk, mi Jézusban, Jézus az Atyában, az Atya bennünk, nem is tudom, jól megkeveri. Egy egységet definiál a hívő számára. Úgyhogy ennek a minden a javadra van, ha Isten szereted, egyetlen egy feltétele van, hogy ismered a Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Hogy újjá vagy-e születve, hogy megtértél-e, hogy megtetted-e azt a gondolati váltást, ahol eddig elfelé mentél Istentől, és most visszafordultál hozzá. És ez nem egy teljesítmény, ez olyan, mint átlépni egy ajtón. Isten nem vár tőled teljesítményt, mert képtelen vagy rá. Egy hitet vár tőled, egy döntést, hogy lépj rá a láthatatlan hídra. És a láthatatlan híd az egy ígéret. És ilyen ígéretből sok van. Sok híd van. Az első híd, amire rá kell lépned, az az örök élet hídja. Az üdvösség hídja. Ami erről szól, hogy van egy Isten, aki igazságos, és aki ítélni fog élőket és halottakat a tetteik alapján. És az ítélet alapja az ő saját váltságműve lesz. Miszerint ő annyira szerette a világot, a bukott világot, hogy helyettük vállalta azt az ítéletet, amit ők kapnának jogosan, a halált. Isten emberré lett, és meghalt minden ember helyett. És azt mondja, hogy aki csak hisz abban, hogy Jézus Krisztus élete és halála, az ő kiontott vére, kivásárolja őt, az egyént, engem, téged, bármelyikünket, a saját adósságából, a saját bűneiből, a saját halálából, annak örök élete van. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus azzal, hogy meghalt a meghalt a kereszten, azzal kifizeti, és kifizette minden adósságodat, hogy kiengesztelte Istent, hogy érvényt szerzett a törvénynek, hogy megfizetett azért, amit te elkövettél. Hiszed el, hogy ha rábízod magad, akár csak egy pillanatra, akkor örök életed van. Hiszed el, hogy Jézus Krisztus a Messiás, és rábízod-e magad? Hiszem, hogy van egy híd, ami átvisz az örök életbe, de én nem lépek rá soha. Ez nem elég. Tudok róla, hogy van egy híd valahol, ami átvisz az örök életbe, de én nem lépek rá soha. Ez nem elég. Mi az, ami elég? Az, hogy tudom, hogy van egy híd, a neve názáreti Jézus Krisztus. Ő a Messiás. Isten, aki emberré lett, hogy megfizessen helyettünk. Ha rábízom magam arra, amit ő tett, akkor örök életem van. Itt van ez a híd. Átmászok a korláton, és rálépek. És mondhatnám azt, hogy átmegyek, de a rálépés pillanata elég volt. Ahogy elengedted a korlátot magad mögött, rátetted a lábad, azaz
döntöttél és rábíztad magad, elengedted a korlátot egy pillanatra, és aztán rémülten újra megfogtad, az a pillanat, amíg elengedted a korlátot, az megmentett téged. Örök életed van. Nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz az illusztráció, de ez az örömhír, hogy Isten szinte semmit nem kér mindenért cserébe, csak a beleegyezésedet. És ezzel, ahogyan az örök életet elfogadod, ezzel az egyszerű hitbeli lépéssel egy mintát is találsz az összes többi hitbeli lépésre, mert utána Isten azt mondja, hogy megáldlak, ahova csak mész. Jaj, de én nem merek menni sehova, mert eddig mindig mindent megszívtam. De most már nem így van, most én veled vagyok, megáldlak, ahova csak mész. De akkor én most mit tegyek? Menj! Menj! Menj azzal a bátorsággal, hogy én veled vagyok, és megáldlak, ahova csak mész. És elindulsz világot látni, elindulsz egy új üzlettel, elindulsz egy kapcsolatba, elindulsz, és minden sikerülni fog. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy megáldlak. Azt mondta, hogy a javadra fordítom. Azt mondta, hogy veled leszek. Azt mondta, hogy tanítlak. Úgy értem, nem baj, hogy hibázol. A hibáid gyönyörűek, a hibáid szükségesek. A kerülő utak nélkül sose válnál dörzsölté. Merj élni, merj veszíteni, merj kockáztatni, merj élni, a mindenható veled van. És mindezt hitben fogjuk tenni. Reggel fölkelünk, bekötöm a szemedet, megigazítom, hogy ne lásd, és azt mondom, hogy gyere. És tudod, egy pár év után már, hoztam a kendőt, menjünk, hova megyünk most? Hát mit kérdezek, butaságokat, úgyse tudom, hova megyünk, de jó lesz. És persze nem cél a bekötött szem, hanem a cél a hit képességének a kiépítése. És aztán már nem kell se kendő, se semmi. Isten leül veled egy nagy asztalhoz, óriási tervek, és beavat a titkaiba, és elkezdi elmondani, hogy mit csinál. És a hitbeli életed egy pontján látod a király döntéseit, sőt, megtörténik, mint Ábrahámmal, hogy kikéri a tanácsodat, mi legyen Szodomával és Gomorával. Elpusztítsam-e? Igen, gyújtsd föl! Kicsit hamar hoztuk ezt a tesztet, a srác még nem tartott. Te akartad elpusztítani, igen, de nem ez a szívem, mindegy, nem érted még, hagyjuk, majd 5 év múlva visszatérünk a tesztre újra. Szodoma megúszta. Együtt járunk Istennel, és megtanuljuk őt, a királyt, és beavat a titkainkba, és egy olyan bizalmi kötelék alakul ki a mindenhatóval, aminél nagyobb hatalom nem létezik. Hiszek, bízom, és semmi vagyok, de Isten minden, és ő velem van. És lassan, ahogy egyre érettebb leszek, már 16, 17, már nem azt mondom, hogy velem van, hanem már azt mondom, hogy tudjátok, és én vele vagyok. Én vagyok az ő embere, vitéz katonája. Ha szólít, azonnal előállok, ha hív, ott vagyok. Este, amikor lefekszem, tőle köszönök el utoljára, és reggel, amikor felkelek, neki köszönök először. És mennyit imádkozom? Semennyit. De ő előtte járok egész nap. Minden gondolatom egy ima. Atyám, itt vagyok. Megjöttünk, eredményes élettalálkozó. Wow! Nézd meg, mennyien jöttek, hihetetlen. Miről beszéljünk most? Sincs, de te tudod, ha? Idejében majd megmondod. Itt lenne az idő. Ó, ez egy jó gondolat. Tényleg, erről? Oké. Okay. Jó. És erről van még több gondolatod is? Mert nekem csak 2 van. Neked van sok. Akkor elkezdem azzal a 2-vel. Mire végzek vele, jön a 3. Mire végzek vele, jön a 4. Jön az 5. És vége az üzenetnek, mint ahogy vége van, és azt mondjuk, hogy wow, Uram, ez jó volt. Én csak annyit tudtam, hogy római levelet fogjuk olvasni. De hogy a hídbejárásról fogunk beszélni, sose gondoltam volna. De jó volt. És mit csinálunk ezután? Hova megyünk? És élem az életemet. De egy olyan életet, amit ha leírnál egy regényben, nem hinnének el. Egy
csodát élsz minden nap. Gyermeki egyszerűséggel. Amen. Mennyei atyánk, ámulunk ezen az életen. Ámulunk azon a szabadságon, amit a király ad nekünk. Hogy az, aki bezárhatna, az, aki ítélhetne, leveszi rólunk a bilincset, és szabadon enged. Ámulunk a jellemeden, a nagy lelkűségeden, a vonzalmadon hozzánk, hogy szeretsz minket. És ha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sohasem kötöttél békét Istennel, akkor kérlek, tedd meg most, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, te vagy a híd, te magad vagy a láthatatlan híd, te vagy az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is általad. Isten úgy szerette a világot, hogy téged, az egyszülött fiát odaadta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, te vagy a híd. És én most rád lépek, elfogadlak, mint a megváltómat. Egy pillanatra merészen rád bízom magam, hogy örök életet adj nekem. Rád bízom magam, hiszek, és élek örökké. És élek egy hihetetlen életet, ahol minden a javamra van. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e kérdésetek, vagy hozzászólásotok. Ha nem, akkor jövő héten Balázs Tivadar kapcsolati terápia. Nem tudom, adtál-e egy címet az alkalomnak? Érzelmi szükségletek és közös döntések. A címe az előadásnak érzelmi szükségletek és közös döntések lesz. Érzelmi szükségletek és közös döntések. Tudnotok kell, hogy Tivadar tanítása hipergyakorlati, tehát ilyen rendkívül hasznos. Tehát ha valaha bosszantott téged a keresztény dumában, hogy mindig csak az elméletről van szó, és nagyon kevés a gyakorlatról, akkor Tivadar egy gyógyulás lesz neked. Talán még sok is lesz a gyakorlatból, úgy fogod érezni, hogy Úristen, ezt hogy fogom megcsinálni? És pont úgy fogod megcsinálni, hogy átmész a láthatatlan hídon, pont úgy. Mert mindaz, amit Tivadar tanít és tanítani fog, az Isten szívéből jön, és ő teszi meg veled, veled karöltve. Amen. Gyere el, készülj föl, és élj egy jobb életet. Azt tudtátok, hogy a kapcsolatok gyógyulása az első számú életminőségjavító az életben? Úgy értem, ha azt szeretnéd, hogy máról holnapra az életminőséged megtöbbszöröződjön, gyógyítsd meg a kapcsolataidat. Az első számú életminőségjavító. Oké, okay. Jövő héten. Oké, okay. Kérdés, hozzászólás. Sziasztok, én elmegyek.